A közös önkormányzati hivatal sajátossága, hogy több települési önkormányzat döntéseit készíti elő. Attala, Dombóvár, Csikostöltös, Lápafő, Szakcs és Várong települések alkotják a Dombóvári közös önkormányzati hivatalt, amely évek óta jól működő szervezetként van jelen a települések életében. Ebbe a Szakcs település már elsőként részt vett, még az előző választások előtti időszakban is már 3 település, illetve 4 közös önkormányzati hivatalt alakítottunk ki, ez bővült a mostani 6-os létszámra. Én igazából azt tudom mondani, az elmúlt időszakok munkájával maximálisan meg van elégedve a Szakcsi önkormányzat, és ugyanezt várjuk el, vagy legalábbis még jobb színvonalat a jövőben is a hivataltól. Azt gondolom, hogy azért fontos, hogy tudjunk megfelelni a törvényi minimumnak, hogy hogy működhet egy hivatal. Nyilván a szabályok meghatározzák, hogy mekkora lakosságszám alatt nem működhet a saját önkormányzati hivatal. Mi sajnos ugye kis településként ezt nem ütöttük meg már annól se, ezért kényszerültünk egy közös önkormányzati hivatalba való csatlakozásra, és azóta is élvezük ennek előnyeit. Attól függetlenül, hogy ez egy új összefogás volt, hiszen előtte önállóan vagy részben önállóan működtünk. Ez volt az első alkalom, hogy egy városi önkormányzattal alakítottunk közösen hivatalt. Én nagyon pozitív vagyok az elmúlt időszakot tekintve. Együttes ülésén tárgyalta a 2022. évi költségvetését a Dombóvári közös önkormányzati hivatal, ahol a képviselőtestület határozatképes volt, és elfogadta a határozati javaslatot. Ez a költségvetés biztosítja forrásait a hivatal működésének, mind személy, mind dolog értelemben. Biztosította a jogszabályta előírt minimálbér emelés, illetve az is biztosítva van, hogy azok a dolgozók, akik kiemelkedően teljesítenek, úgyis életmény emelésben tudnak részesülni, hogy esetleg egyébként a minimálbér emelés rájuk nem vonatkozik. A hivatalos tanácskozás után Pintér Szilárd polgármester, Gábor Sándor aranykoszorús mestercukrásznak adta át a szót, aki a Rákóczi túros süteményi történetét osztotta meg a jelenlévőkkel, majd a testület tagjai meg is kóstolhatták a mestercukrász által az eredeti recept alapján készült édességet. 2016-ban a Tolna megyei értéktárba került a desszert, majd 2021-ben kiemelt nemzeti értékké nyilvánították.